Ez a Hírek plus a Televízió napindító híradása november 24-én szerdán. Köszöntöm nézőinket! November végére befejeződhet a Vacsónándor felújítása a Tallinn város részben. Az utat teljesen felbontották, új pályaszerkezet épült, most pedig már aszfaltoznak a szakemberek. A spárparkolót úgynevezett P plusz R parkolóvá alakítják át, és teljes körülön rekonstruálják a Városmajor út végén található buszfordulót. A bacsó út felújítása 117 millió forintos kormányzati támogatásból valósult meg. Mikor indult a felújítás itt a bacsó úton, és hol tart most? Hát... Ö... Az indítás az tulajdonképpen még akkor kezdődött, amikor ennek nyoma nem volt a helyszínen. Ugye előkészítő munkák tervezéssel több hónappal ezelőtt, valamikor tavasz, sor, tavasz folyamán kezdődött el ennek a, a munkának az előkészítése. Az effektív munkavégzés szeptember 20-án indult, amikor teljes pályaszerkezet, felújítás, eredményeként eljutottunk ebbe az állapotba, ami útszegély köveknek a cseréjétől kezdve a folyokák cseréjén át a koporétegnek a kopor az aszfaltozása maradt hátra, a kötőréteg nagy területen már megvalósult. Az aszfalt alatt beton alapot épített a kivitelező, így előre láthatóan egy jó teherbírású, hosszú élettartalmú utat fogunk tudni átadni. Mi az, ami éppen jelenleg zajlik itt az utcán? A betonalapnak az építése az teljes utcahosszban megvalósult, és mintegy 70-80 százalékán a kötőréteg az aszfaltnak az a réteg, ami éppen állunk, ez lefektetésre került, és a hátra lévő, mintegy 30 százalékos szakasznak egy 80 méternek az aszfaltozása sával folytatódik a, a kötőrétegnek a, az elhelyezése, és ezt követően reményeim szerint még ennek a hétnek a második felében a koporéteg is, tehát az utolsó réteg is a helyére kerül, és így tulajdonképpen az útpálya elkészül. A háttal lévő időszakban marad még a folyokáknak a a teljes hozban való kiépítése, ez is folyamatban van még. Reményem szerint egy héten belül készül el ez a, az építési munka, és így várhatóan november 30-ára elkészülünk azzal a, a szakasszal amelyet szeptember 20 ával befogtunk. Illetve még, ami folyamatban van, ez a Spár melletti Balog Béla útnak a, a bekötő szakasza, annak az egyik pálya része már megkapta a betonalapot, azt követően következik a, a másik részének a betonozása, és természetesen ott is jön majd a két aszfaltéteknek az elhelyezése. Nem ez az egyetlen fejlesztés, hanem képül a p plusz parkoló a spárparkoló helyén, és megújul a buszforduló. Mit lehet ezekről tudni? Ezeknek a, a szakaszoknak az előkészítése megtörtént, a kivitelezőnek a kiválasztása is megtörtént várhatóan még ebben az évben az előkészületi munkák elkezdődhetnek, viszont az érdemi útépítés valamikor a jövő év elején, amikor az időjárási viszonyok engedik, akkor kezdődhetnek el. A legjobbak között a szolnokvárosi óvodák az intézménynek kiemelkedő munkájáért nemzeti kiválóságdíjat ítélt meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az elismerés november 22-én a Pesti Vigadóban vehette át az óvoda delegációja. A Nemzeti Kiválóság díjat az Innovációs és Technológiai Minisztérium írta ki ebben az évben, 2021. márciusában jelent meg a közlönyben, és ez a díj azokat a szervezeteket értékeli, azokat a szervezeteket minősíti értékeli, pontozza, akik minőségi szempontból is kiválóan működnek, rendszerlátó gondolkodás jellemzi az intézményüket, a PDC logika az a minőségügyi gondolkodás benne van a mindennapjaikban, egyszerűen elkötelezettek a kiválóság felé, a minőség felé. Ferenc Nételeki Éva igazgató vezetésével működött ez az intézmény, és szinte időszakonként 3-4-5 évente mindig valamilyen minőségügyi pályázaton részt vettünk. Így volt ez 2007-től teljesen a mai napig. Én úgy gondolom, hogy ezt a díjat, amelyet mi most elhozhattunk, ennek kellett, hogy legyen egy szakmai múltja, és van is, mert ez meg kellett érni magának a szervezetnek, magának az intézménynek, tehát meg kellett építeni az ide vezető utat, hiszen az FQM Értékelési rendszerén keresztül az intézményünk több alkalommal. Elismerést kapott, elkötelezettség a kiválóságért címet hoztuk el kétszer is. Jasasiva oklevelet nyertünk, az is egy minőségügyi pályázat volt, vagy pedig a teljesítmény motivációs pályázat kapcsán is intézményünk elismerésben részesült. És ezek a tapasztalatok, ez a tudás, ez mind-mind kellett ahhoz, hogy most elhozhassuk ezt a díjat, és beteljesedjen a, a vágya az intézménynek, a dolgozóknak. Van közös értékrendünk. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy van közös értékrendünk, az pedig mind pedagógiai vonatkozásban, mind pedig az intézmény működésében. És most a pedagógia vonatkozásában felsorolnám azt a néhányat, ugye azt a hármat összesen, ami nagyon fontos. Még mielőtt ezt megteszem, annyit szeretnék mondani, hogy ez azt jelenti, hogy ez a három értékrend azért fontos, mert a város mind a 19 óvodájában, E három értékrend szerinti működést preferáljuk, tehát ezt támogatjuk és ezt kérjük számon. Az első fontos az nem más, mint az érzelmi biztonság és szocializáció, annak van egy módszer és eszköztára, amelyet számon kérünk, amelyet kérünk az óvodáktól, hogy hogyan valósuljon meg. A másik a játék és tanulásszervezés, játékban történő tanulásszervezés, a harmadik pedig az egészséges életmód. És most menjünk egy kicsit a működés oldalára, amely azt jelenti, hogy azonos értékrend szerint működünk. Tehát aki az mi intézményünkbe belép, akkor az ezeket az értékeket elfogadja, és ez szerint működünk nap mint nap. A következő, a, a, a felelősség felvállalása, és a harmadik pedig az együttműködés. Vagyis az, hogy egy természetes kis versenyrivalizálás van a tagintézmények között ö, egyébként, és együttműködünk. Ezek nem új dolgok, nem új keletű dolgok, és én úgy gondolom, hogy ez lehet a titka, hogy van egy közös szemlélet, és ugyanakkor pedig megvan adva a módszertani szabadság a tagintézményeknek. A Pesti Vigadóba vehettük át 22-én, november 22-én, délután három órakor, és hát ugye a járványügyi ö, helyzet miatt, a szabályok betartása miatt ö, kevesebben tudtunk elmenni, Legalább azt a csapatot szerettem volna elvinni, akik a díj elkészítésében már, mint a, a pályázati anyag elkészítésében részt vettek, de nyilván akár mind a 350 kollega is jöhetett volna, de erre sajnos ugye nincsen mód, így négy fő kollégával vettük át a díjat, és vettünk részt a rendezvényen. Kedves nézőink, ez volt a Hírek Plus friss hírekkel információkkal a szokott időben. 19 órától várjuk Önöket ismét a képernyők elé. Szép napot, viszontlátásra!